Ürv mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket a G.V. Cooper History legújabb adásában. Adi Endre, Babics Mihály, Juhász Gyula, Tóth Árpád. Ezek a nevek mindenkinek ismerősek, éljen az illető bárhol Magyarországon, tagadhatatlanul az ő személyük a legismertebb az 1900-as évek elején kibontakozó magyar irodalmi közösségek tagjai közül. Van azonban egy férfi, aki sokak szerint a korszak egyik legegyedülállóbb írója volt, és akinek munkássága óriási hatással volt az elkövetkezendő irodalmi generációk számára, ám mégis az illetőről alig esik szó, ha a 20. század elejé irodalmi alakok kerülnek szóba. És talán ez nem is véletlen. Bár a férfit környezete fiatalkorában valóságos csoda gyereknek tartotta, komoly orvosi és irodalmi sikereket ért el, azonban valahol mélyen lappangott benne egy sötét, ártó démon, amely időről időre felszínre tört, és a férfi egész életét tönkretette, és alaposan hozzájárult az író meglehetősen korai halálához. Ez a férfi nem volt más, mint Charles Géza, akit sokan nem műveiről, hanem sokkoló életviteléről ismernek. Eme életvitellel szorosan összekapcsolódtak olyan dolgok, mint a drog, szexfüggőség, elmegyógyintézetek fekete árnyai, és végül gyilkosság. Ismerkedjünk meg a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakjával, Csárt Gézával, aki ígéretesnek tűnő életét egy szörnyű bűncselekmény elkövetésével fejezte be. A napjainkban Szerbiához tartozó a Vajdaságban, Zsombor községben található regőce egy aprócska kis falu, és olyasmi nyugalmat áraszt magából a környék, hogy az ember könnyen azt gondolhatja, a településen semmi rossz nem történhet. Azonban nem a -e szentimentálisnak ható gondolatra rácáfol egy esemény, ami 1919. július 22-én zajlott le a kis faluban. Azon a verőfényes nyári napon három lövés dörrent a helyi körorvos és ismert író lakásában. A hatóságokat szörnyű látvány fogadta a takaros kislakásban. Egy nő hevert a ház padlóján, testén három golyó ütöttesebb. A nő már nem lélegzett, halott volt. Valaki hidegvérrel, pisztollyal végezte ki szerencsétlen asszonyt. A halott nőt Jónás Olgának hívták, és a regőcei körorvos és irodalmár Csád Géza felesége volt. A hatóságok hamarosan rábukkantak magára, Csád Gézára is. A XX. század magyar költészetét meghatározó alakok jóformán egyszerre tűntek fel a palettán. 1906-ban Ady Endre, 1907-ben Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső, Babics Mihály 1909-ben, 1913-ban őket követte Füst Milán, illetve Tóth Árpád. Mindannyian az 1908-ban alapított Nyugat című folyóirat köré csoportosultak, az újsága nevével egyértelműen arra utalt követni és figyelemmel kísérni a nyugati irodalmat. A nyugat egy idézőjeles mozgalomán nőtte ki magát, a haladás jelképévé vált a magyar irodalmon belül. Az ország egyik legnagyobb hatású írói, költői tömörülése köthető a laphoz, amelynek tagjai példátlanul tevékenyek voltak, főleg a századforduló utáni első évtizedekben. A világnézet, a nyelvezet, a verselés, az eszmék mind megváltoztak. A magyar irodalom erkölcsi és szellemi egysége jelentősen megbomlott, külön utakon haladtak a hagyományőrző, úgymond nacionalista írók, és külön a nyugati művészet felé orientálódó költők. Azok a művészek, akik a nyugattól függetlenül akartak érvényesülni, vagy felléptek ellene eszmei vagy erkölcsi felfogás tekintetében, őket az irodalom tudomány kirekesztette, vagy figyelmen kívül hagyta. A fejezet elején felsorolt írók, költők a korszak sztárjai lettek, ezt pedig nem pusztán pozitív dolgokkal volt hatással az életükre. Juhász Gyula arról a róla szóló beszámolók és saját bevallása szerint is napi másfél liter bort fogyasztott szesszel és erős dohányos hírében állt. Adi Endre szintén alkoholista volt, emellett egy Veronál nevű altatóként is használt gyógyszert szerett folyamatosan. Kosztolányi Dezső pedig a kokain rabja volt hosszú évtizedekig. Hosszasan volna sorolható a magyar irodalom nagy alakjai miféle függőségekben szenvedtek Csokonai Vitéz Mihálytól egészen József Attiláig, azonban a témakörrel kapcsolatban mégis Csárd neve bukkan fel a leggyakrabban. Tény, hogy ő volt az egyik legintenzívebb szerhasználó, aki életének végére szó szerint megtébolyodott, és elkövette az egyik legszörnyűségesebb bűnt, amit ember csak elkövethet. Sokan azonban úgy vélik, ha a férfi más életet él, akkor a 20. század legnagyobb és legismertebb prózaírója lehetett volna. Csárgéz a valóban elképesztő és igen bizarr körülmények között élte életét, amolyan Jekyll és ami külön hátborzongató, a férfit ténylegesen érdekelte orvosi értelemben az emberi lélek kettősége, a jó és a gonosz ellentéte, illetve párhuzama. No de ne szaladjunk ennyire előre. Lássuk, honnan és hogyan indult Csárt Géza szédületes karrierje és mi vezetett tragikus és szörnyű pukásához. 1887. február 13-án Szabadkán született meg dr. Brenner József ügyvéd és Decsi a gyermekeként egy Brenner József nevű kisfiú, akinek egész gyermekkorát komoly zenei impulzusok érték, hiszen apja rajongott a zenéért, ő maga zongorázott is, játékát az ifjú Brenner szívesen hallgatta. Ettől a perctől kezdve az ifjabb Brenner Józsefet Csárd Gézaként fogom említeni, hiszen a fiatalember ezt az írói elnevet választotta későbbi irodalmi munkássága során, és ezzel a névvel lett Magyarországon ismert, így egyszerűbb, ha ezen a néven hivatkozok rá a videó további részében. A kis Géza hegedülni tanult, ám apja nem volt megelégedve a játékával. Nyolc éves volt, amikor édesanyja tüdőbajban elhunyt, apja újra nősült, és új feleségével nevelték tovább Gézát és annak testvérét, Dezsőt. Géza ezután a festészet felé fordult, ám rajztanára Bizarnak nevezte festményeit, és kinevette az ifjú útját kereső gyermeket. Így gyorsan hozzá kell tennem, Kosztolányi Dezső, Géza unoka testvére és jó barátja azonban igazi művésznek tartotta Csárd Gézát, szerinte Géza egyaránt tehetséges volt a zenében, festészetben is, ám igazi, hivatalosan elismert értéket az írásaival tudott megteremteni. 15, illetve 16 éves korában már díjakat nyert például Aranyról, szécsényről vagy Vörösmartiról szóló dolgozataival iskolai pályázatokon, 1903-ban pedig már zenekritikái jelentek meg a Bácskai hírlabban. Az áttörést a Kályha című novellája jelentette. Az írás meglehetősen komor hangvételű, egy fiatalemberről szól, aki egymaga bérel szobát a fővárosban, és a családi kapcsolatainak melegét egy vaskályha jelenti számára. A kályha egy szomorú, tragikus eseményel ér véget. Ezt a novellát elolvasva az akkor igen ismert magyar drámaíró, publicista, a jövendő nevű lap akkori főszerkesztője, Bródi Sándor arra biztatta csátot, az folytassa az írást, mert elképesztően tehetséges. Ennek ellenére Géza 17 évesen a Zeneakadémiára jelentkezett, ahonnan elutasították, ezután az orvosi karra iratkozott be a Budapesti Orvosi Egyetemen, ahol hamar kitűnt szorgalmával és a szakma iránti elszánt érdeklődésével. Mi alatt tanulmányait folytatta, rendszeresen írt is, 1906-ban 19 évesen a Budapesti Napló egyik rendszeres írója lett, a labban sűrűn jelentek meg novellái és zene kritikái is. A fiatalember írásmódja szokatlan témaválasztásai lenyűgözték a kortárs művészeket, így 1908-ban a nyugat alapításakor a lap állandó munkatársa lett, és ugyanabban az évben publikálta első novellás kötetét, amely a Varázsló kertje címet kapta. Gézát az írás mellett szenvedélyesen érdekelte választott szakmája az orvoslás, azon belül is az ideggyógyászat iránt mutatta a legnagyobb érteklődést. Miután 1990-ben lediplomázott, az a megtiszteltetés érhette, hogy gyakornokként együtt dolgozhatott Moravcsik Ernő Emil ismert elmeorvossal, pszichiátriai professzorral a Moravcsik klinikán. Géza itt találkozott különböző mentális betegségekben szenvedő emberekkel, ez az élmény pedig óriási hatással volt későbbi életére. Ezen élményeiből táplálkozva írta meg élete egyik főművét, és kimondottan bizarr, hogy Géza, aki a húszas éveiben elmebetegekkel foglalkozott, később ő maga is elmebeteggé vált. 1911-ben jelent meg Csárd Géza az Elmebetegségek pszichikai mechanizmusa című elmeorvosi szakkönyve, később, egy 1978-as kiadás után nevezték át egy elmebeteg nő naplójára ez az írás iklete Szász János filmrendező 2007-es filmjét Az Opium egy elmebeteg nő naplója című alkotást. Az akkor már doktori címmel rendelkező Csárd Géza írása elképesztően felkavaró és döbbenetes. Könyvét egy páciense iklette, akit a férfi több éven keresztül kezelt. A nőt Kong Gizellának hívták, aki 1909. novemberében került be a Moravcsi klinikára hisztériás és hipohondriás kényszerképzetei miatt. Gizella gyorsíróként dolgozott, ám olyan tempóban romlott a pszichés állapota, hogy konkrétan munkaképtelenné vált. Csát rengeteget foglalkozott a nővel, különböző eljárásokat, kísérleteket hajtott rajta végre, próbálta megérteni, vajon pontosan mi okozhatja a nő kényszer képzeteit, és azok hogyan és miért alakultak ki. Géza paranoia historikát állapított meg Gizella esetében, és gondosan naponta készített a nő kényszer képzeteiről és állapotáról feljegyzéseket, kimondottan hátborzongató, hogy a nő képzeteinek okozóját lénynek hívja, ez az entitás van a nő szerint befolyásoló, rossz hatással az egész életére eme két éven keresztül folyó vizsgálatok eredménye lett az egy elmebeteg nő naplója, amelyben Kong Gizella G. kisasszonyként szerepel. Csátgészát kiemelkedően érdekelték az ideggyógyászati esetek, mint említettem, és mélyen elmerült az akkoriban újnak számító lélekelemzési módszerben, a pszichoanalízisben Magyarországon az első orvosok között volt, akik tanulmányozták Sigmund Freud módszerét, sőt önmagán is alkalmazta azt. Csárt Gézát egyszerre nyűgözték le a természettudományos, illetve az élet misztériumának szimbolista felfogásai, értelmezései. Csárd Géza meg volt arról győződve, hogy egy ember személyisége több összetevőre, úgynevezett komplexekre bomlik. Ezek egy egészet alkotnak, de ha az egyik komplex megsérül, a többi a másik kárára kezd el terjeszkedni az ember testében és elméjében. Ő úgy vélte, orvosilag a normális embert egy torz, bűnözői hajlamú embertől a komplexek egymáshoz viszonyított hatásai különböztetik meg egymástól. Igen, ijesztőnek ható gondolatmenet ez, azonban sok más ember érteklődött a többszörös személyiségek jelensége iránt, például Robert Louis Stevenson, aki ezek kutatásainak hatására írta meg a Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esetet című írását, a diszociatív személyiség zavarról pedig a másik csatornámon már készítettem videót, így ebbe a témakörbe most nem merülnék bele bővebben. Tehát Csát Géza mind az orvoslás, mind az irodalom terén szépen lépkedett fel a ranglétrán. Viszont a rémisztő, de egyesek úgy vélik, a Kón Gizellával való kapcsolata, a kutatásai és a könyv megírása alaposan hozzájárult Csárd Géza később kialakuló, igen súlyos kényszer képzeteihez és elméjének megbomlásához. Mielőtt erről beszélnék, lássuk röviden Csárd Géza irodalmi, illetve orvosi művészetét, amelyek alig ha választhatóak külön egymástól. Csát Géza művészete talán már a korai időszakában is utalhatott arra, hogy mentális problémák kínoszhatják és erősen depresszióra hajlamos személyiség. A férfi egy hiteles és eredeti lélekábrázoló volt, rendkívüli módon fogalmazott és vetette papíra gondolatait, a műveiben a világot darabokra töröttnek és csonkának ábrázolta, emellett pedig ideggyógyászati tapasztalatain keresztül mutatta be az emberi lélek legelrejtettebb bugyrait. Novelláinak főhősei gyakran tele vannak szadista, gyilkos indulatokkal, ám írásai mégis hangulatosak és érzelemgazdagok. A már említett novellás kötetét, a varázsló kertjét üdvözölték a kritikusok, és dicsérték egészen újszerű, hatásos történetírását. A Kongizella iklette tudományos értekezésének megjelenése után kollégái úgy vélték, a férfi igen komoly, professzori rangig fogja vinni. Időközben több drámája is megjelent, az 1911-es Janika címűt napjainkban is a magyar polgári drámák egyik legjobbja közé sorolják. Egyetlen regénye 1906-ban jelent meg a repülő Vucidol címmel, amelyet két másik szerzőtársával írt. Az irodalomban kiemelkedőnek tartják a Giacomo Puccini olasz operaművészről készült 1909-ben íródott tanulmányát, de nagy sikerre tettek szert azon zenekritikái is, amelyekben Kodály Zoltánt és Bartók Bélát méltatta. Emellett Géza zene iránti szeretetesen múlt, rendszeresen írt zenéket, kottákat, kis érdekesség, hogy Kosztolányi Tező, aki az írásai kapcsán is biztatta, mindig is haragudott csátra, amért az orvosnak ment, mert az író szerint csát elpazarolta a zenében és az irodalomban mutatott kiváló tehetségét. Bartók Béla egy alkalommal úgy nyilatkozott, Csát Géza a valaha élt egyik legjobb magyar zeneszerzővé válhatott volna. A kritikusoknak pedig tetszett, hogy a férfi zenéiben nem volt észszerűség, és bátran mert kísérletezni a hangzásvilágot illetően. Szintén 1911-ben jelent meg egy újabb novellás kötete, a délutáni álom. A műben szereplő történetek megírásakor szintén felhasználta ideggyógyászati tapasztalatait. A kötet legismertebb novellája az Anyagyilkosság című amely egy rémtörténettel is felér, hiszen két félárva fiúról szól, akik elhatározzák, hogy meggyilkolják az édesanyjukat. Szász János eme novellából szintén filmet készített, az 1997-ben megjelenő mozgókép a Wittman fiúk címet kapta. Újfent 1911-ben a Pesti Magyar Színház műsorra tűzte a már említett Janikát, illetve csát egy másik drámáját, a Hanvazó Szerdát. Ha mindez nem lett volna elég, úgy tűnt, magánélete is egyenesbe rázódik, ugyanis 1910 májusában megismerkedett Jónás Olgával, későbbi feleségével is. Csát Géza 1910-től kezdődően nyaranta több fürdőhelyen is dolgozott orvosként Palicson, Strószon és Ótátra füreden. Az utóbbi település szanatóriumában ismerkedett meg a lányjal, aki éppen beteg nővéréhez érkezett látogatóba. Csát igen különös, de Olgát külsőleg saját elmondása szerint is sosem tartotta vonzónak, azonban egy belső hang azt súgta neki, feleségnek tökéletes lenne. Ismerkedni, találkozgatni kezdtek, végül 1913. júniusában össze is házasodtak. Könyves megjelenések, zenekritikák, színpadra vitt darabok, sikeres orvos és ideggyógyász. Felmerül a kérdés, hogy miért volt oly komora felvezetőm, miért mondtam, hogy Csád Gézát egész rövid élete során egy szörnyű démon kísértette. Ismerkedjünk meg a zeneszerző, író, költő, ideggyógyász sötét oldalával. Csát Géza úgymond sötét oldalát nem mástól, mint magától az írótól és orvostól ismerhetjük meg a legapróbb részletekig a saját naplójából. Csát mindent dokumentált, ami körülötte történt, belső gondolataitól kezdődően egészen sokszor többenetes viselkedéséig. A férfi első naplóbejegyzését mindössze tíz évesen, 1897. április 7-én írta, és egészen élete végéig vezette azt, körülbelül 14 éves korától kezdődően felfedezhetőek paranoid és meglehetősen beteg, különös gondolatai. A férfi naplója érzékenyebb lelkűeknek nem is igazán ajánlott, hiszen az írás meglehetősen hemzseg az erotikától, de nem jó értelemben. Ha nagyon szigorúak vagyunk, a naplója erősen pornográf tartalomra hajaz. Csárd Géza részletesen beszámol az orvosi karrierje alatt a női pácienseivel való szexuális viszonyairól, és nyugodtan kijelenthetjük, a napjainkban divatos kenszölözés hol jogosan, hol jogtalanul, ha létezett volna a férfi korában, az elsőként sújtott volna le Csád Gézára, és kíméletlenül kisöpörte volna őt nem csak az orvoslás, de az irodalom minden szegmenséből. Sát Géza ugyanis orvoslása alatt számos nővel keveredett viszonyba, egészen fiataloktól az idősebb korosztáig, feküdt le fiatal lányokkal, akiknek állítása szerint ő vette el a szüzességét, szobalányokkal, idősebb, negyvenes nőkkel, és azt sem zavarta, ha egy alkalmi szeretőjének vőlegénye vagy férje van. A legtöbb lányt és nőt a már említett szanatóriumokban, palicson, ótátrafüreden és trószon szedte össze, sűrűn előfordult, hogy az aktusokra kezelések alatt az orvosi szobájában került sor. Még döbbenetesebb, hogy a férfi több olyan esetet is leír, miszerint áldozata tiltakozott a közeledése ellen, ám ő a szóban forgó nőket nem egyszer akaratuk ellenére tette magáévá. Naplójából erősen süt a nőgyűlölet, megvetette azokat a lányokat és asszonyokat, akikkel nemi aktusba keveredett, sőt, naplójában azt írja, a nők alapvetően nélkülöznek minden erkölcsiséget, ez pedig hatványozottan igaz a zsidó származású asszonyokra. Azt hiszem, mondanom sem kell, ha napjainkban írnak ki ilyesmit a Twitterére mondjuk egy ismert színész, zenész vagy író, akkor mi lenne a sorsa? Napjainkban nem lehet kétségünk afelől, hogy csád géz a szex függőségben szenvedett. Erről a jelenségről évek óta vita folyik a szakemberek között, miszerint egy valós mentális rendellenességről beszélhetünk az ebben szenvedők esetében, az amerikai pszichiátriai társaság képviselői is heves vitákat folytatnak ez ügyben. Minden esetre a WHO hivatalosan is a mentális rendellenességek kategóriájába sorolta 2018-ban kényszeres szexuális viselkedési zavar, illetve hipersexuális zavar Néven. Csát Géza ugyanis a nőket jóformán a testiség miatt hálózta be, az attusok után azonnal otthagyta őket, szinte gépiesen kereste a szexuális örömöket, ám azon túl nem óhajtott komolyabban kapcsolatba kerülni senkivel, ez ugye megváltozott, amikor megismerte Jónás a Gáta feleségét. Azonban viselkedése ezután sem változott. Továbbra is gátlástalanul csalta feleségét, előfordult, hogy naponta többször is prostituáltak szolgáltatásait vette igénybe, a nők között pedig nem válogatott, elképesztő, de egy napló bejegyzésében megemlíti, egyszer egy olyan nővel létesített aktust, akit kimondottan csúnyának talált, de a szexuális vágya erősebb volt az undorától. Sőt, még visszataszítóbb, hogy első szexuális fantáziái saját idős mostoha anyja körül forogtak. Egyértelmű, hogy Csárd Géza ekkor már kezdődő elmebajban szenvedett, amire rátette egy lapáttal a szer, ami oly sok ember életét tönkretette már. A morfium. Írói és orvosi sikerei csúcsa közepette, 1910. április 20-án egy téves orvosi diagnózist állapítottak meg nála, mely szerint tüdőbajban szenved. Csát halára rémült ettől, hiszen édesanyja is ebben a betegségben hunyt el. Naplójában így írt erről. Elért hát az, amitől a világon a legjobban rettegtem. A férfi teljesen elveszítette a kontrollt gondolatai felett, idegessé és nyugtalanná vált, éjszaka álmatlanul forgolódott az ágyában, másnap reggel pedig az ótátra füredi szanatóriumban, az orvosi szobában egy gerincvelő sorvadásos asszony gyógyszeradagjából ellopott egy adag morfiumot és befecskendezte magának ekkor csát egy teljesen új világba lépett. A belső gyötrelmeim csillapultak, meglepően gyorsan. Végre megnyugodtam. Írta az első morfium élményével kapcsolatban. Attól a perctől pedig Chad Géza rákapott a morfiumra, azonban saját állítása szerint eleinte kísérletezés céljából használta, vizsgálta saját elméjének és testének reakcióit, amelyeket gondosan fel is jegyzetelt, azonban később elhatalmasodott rajta a szeriránti vágy, és 20 éves korára teljesen tönkretette a saját életét. Adott tehát egy tehetséges zeneszerző, író, ideggyógyász, akinek életére súlyos teherként nehezedett szex és kábítószer függősége, külön figyelemreméltó, hogy csát Géza a morfiumra nem mint tudatmódosító szerként, hanem méregként hivatkozik. Bár említettem, hogy felesége Jónás Olga nem külsejével, hanem természetével fogta meg, csát részéről a feleségével való kapcsolata is a szexualitásra épült, a férfi rendszeresen feljegyezte nemi együttléteiket, statisztikákat készített azokról, írásai alapján úgy tűnik, Csát Géza érzelmek megélésére képtelen volt. Ennek viszont ellentmond, hogy naplójában időnként utalást tesz arra, mennyire szégyelli magát, hogy folyamatosan csalja a feleségét, ennek ellenére Olga bármikor rákérdezett, csát hazudott neki, és azt mondta, sosem csalta meg őt. Csát többször is utalást tett arra, hogy igyekszik uralkodni rendellenes szexuális vágyain, és előfordult, hogy napokra meg tudta állni, hogy egyetlen nőhöz sem közeledjen. Ebből is kiviláglik, hogy Csárd Géza nem dicsekvésképpen írt idézőjeles hódításairól, hanem ő maga is érezte, tudta, hogy valami baj van vele, és nem természetes az, amit csinál. Ilyen előzmények után nem csoda, hogy Csárd Géza eleinte sikeresnek mondható élete szép lassan kezdett összeomlani. Csát Géza szex és egyre súlyosbodó morfium függősége mind irodalmi, mind orvosi karrierjére is jelentősen kihatott, természetesen negatív értelemben. Mindössze 23 éves volt, amikor felismerte függőségeit, ezt pedig meg is örökítette a Morfonizmusom története című írásában, azonban ahogy egyre inkább elhatalmasodott rajta a méreg iránti vágy, egyre kevesebbet írt, korábbi éleselméjű, jól megfogalmazott kritikáit pedig már nem tudta úgy papírra vetni, ahogy korábban. Életvitele miatt Moravcsik professzor, aki korábban óriási lehetőséget látott Csátban, végül nem őt nevezte ki tanársegédnek, nem sokkal ezután Csát végleg otthagyta klinikai állását, elköltözött Budapestről, és hivatalosan is fürdőorvosá, avanzsált, vidéken dolgozott. Bár még 1912-ben megjelent a Schmidt Mézeskalácsos című novelláskötete, valamint egy németre lefordított Puccini tanulmánya, Csát végérvényesen a szerrabjává vált házassága után 1913 őszén bevonult egy elvonókúrára a Liget szanatóriumba, és bár decemberben elhagyta a kórházat, továbbra is folytatta a morfium befecskendezését a szervezetébe, ekkor még megjelent a Muzsikusok című novellás kötete. 1914-ben éppen előpatakon dolgozott körorvosként, ám az év augusztusában bevezényelték frontorvosnak az első világháború kitörésének okán. Ekkor szabadult fel benne igazán az őt régóta kínzó témon. Egyre nagyobb napi morfiumadagokkal élt, idegbeteggé vált, és kínzó rémképek gyötörték. 1917-ben morfiumfüggősége és rossz idegállapota miatt leszerelték, majd feleségével, Olgával Regőcére költözött, ahol szintén körorvos lett. Azonban elmebeli állapota egyre súlyosbodott, és paranoid kényszer képzetektől szenvedett. Az volt a meggyőződése, hogy Olga megcsalja őt, sőt, a nő a környezetével összefogva szándékosan meg akarja őt őríteni. Csát egyre őrültebb dolgokat követett el. Egy nyomozót fogadott fel, akivel Olga minden lépését figyeltette, mert minden áron be akarta bizonyítani, hogy felesége hűtlen hozzá. Igen furcsa paradoxon, hogy míg maga csát több tucatnyi nővel csalta meg feleségét, addig fordított esetben ezt a házasságuk elárulásának tekintette. Csát Géza egyre inkább azt érezte, környezete minden egyes tagja ellene van, sőt attól is félt, hogy felesége vagy a cselét meg akarják mérgezni. 1916-ban Kosztolányi Dezső és Géza öccse, Brenner Dezső a magyar pszichoanalitikus mozgalom alapítóját, Ferenci Sándort kérték fel, hogy segítsen csáton. Azonban a férfi attól tartott, ha megpróbálják leszoktatni a morfiumról, az előtérbe hozhatja csát paranoiás képzelgéseit, így ez a kezelés meghiúsult. Ezen időszakáról Csát szintén kendőzetlenül írt, az ember nem tudja naplóját viszolygás és kellemetlen érzések nélkül elolvasni. A férfi mindenféle szépítés nélkül írt helyzetéről, teste tele volt tűszúrásokkal, hólyagokkal és tájogokkal, már orvosi munkáját is alig tudta elvégezni. Ezen időszakban egyetlen pozitív dolog történt, 1918. október 6-án megszületett lánya Brenner Olga. Mielőtt bárki azt gondolná, ez örömmel töltötte el a megtébolyodott csátot, az téved. Meg volt arról győződve, hogy a kislány nem az övé, és ahelyett, hogy gyermekével foglalkozott volna, nyomozni kezdett, hogy bebizonyítsa, a gyermek egy másik férfitól van. Ekkor már egyértelmű volt, hogy egy súlyos tragédia lóg a levegőben, a kérdés csak az volt, mikor következik be. 1919. januárjában Csát Géza idegileg teljesen összeomlott, Olga, a felesége pedig már egyenesen rettegett tőle. 1919 tavaszán Csát Géza apja gyámsága alá került, és a Bajai Kórház elmeosztályára szállították. Elképesztő fintora volt ez a sorsnak. Maga Csárd Géza írta meg 1911-ben az igen híressé váló eset tanulmányát, az elmebetegségek pszichikai mechanizmusai 8 évvel később pedig már betegként került be elmeorvosi felügyelet alá egy hasonló betegekkel foglalkozó intézménybe, mint amilyen pácienseket még ő is tanulmányozott évekkel korábban. Ekkor csát elképzelhetetlen kínokat élt át. Kezelő orvosai a teljes morfium elvonás mellett döntöttek. Emellett csátot hipohondriás kényszerképzetek is gyötörni kezdték, azt képzelte, hogy agy, illetve gerinc sorvadásban szenved, holott ilyen diagnózist sosem állapítottak meg nála kezelései alatt többször öngyilkosságot kísérelt meg, ám minden alkalommal sikerült megmenteni az életét. 1919. június 2-án megszökött a bajai elmeosztályról, és hazagyalogolt regőcére Olgához és kislányához. Csát ekkor már tudatosan készült egy borzalmas cselekedetre. Több végrendeletet vetett papírra, ismerőseinek, rokonainak, barátainak pedig egyesével megírta, ki milyen mértékben felelős életének tönkre meneteléért, a függőkre jellemzően önmagát sosem vádolta, véleménye szerint mindenki más tehetett arról, hogy ő morfium függő lett, csak ő maga nem. Olga kislányával már hónapokkal korábban el akart menekülni őrült férje elől, azonban az első világháború utáni zűrszavaros állapotok nem tették lehetővé, az ideiglenes országhatárok miatt egyszerűen nem tudott menekülni. Az egyre jobban megtébolyodó csát egy cetlit iratott feleségével július 14-én, amelyen ez állt. Közös elhatározással lettünk öngyilkosok. Az aláírás Jónás Olga. Azonban azon a napon mégsem történt semmi tragédia, nem tudni, Csát miért irathatta ezt az üzenetet a feleségével. Csát egy élőhalottá vált. Csontig lesoványodott, a 20 éveiben számos nőt elcsábító író, orvos árnyéka lett önmagának, rongyos ruhákban járt, és folyamatosan azt mondogatta, les rá valaki, aki a szívét egy tűvel akarja keresztül döfni. Hogy 1919. július 22-én mi zajlódhatott le csát és felesége között, nem tudjuk ami biztos, hogy az eszét elvesztő Csát Géza három pisztolylövéssel meggyilkolta feleségét, gyermekének anyját, Jónás Olgát azzal a pisztolyjal, amit még Olga vett Csátnak a háború előtt. A gyilkosság után Csát mérget vett be és felvágta az erejét, ám a kiérkező orvos meg tudta menteni az életét, és a gyilkossá váló, őrült írót visszaszállították a bajai kórház elmeosztályára. Többenetes, de a tébolyult férfi itt továbbra is arról beszélt, le fogja buktatni Olgát, hogy az megcsalja, Csát fel sem fogta, hogy felesége halott, és ő ölte meg. 1919. szeptember 3-án átszállították a Szabadkai Mária Valéria kórház elmeosztályára, ahol korrajz is készült róla. A férfi ekkor már nyugodtabban viselkedett, ám kijelentette, az első adandó alkalommal öngyilkos lesz, ugyanis gyógyíthatatlan. Szeptember 11-én kórházi pizsamában megszökött az elmeosztályról reggel 6 órakor, ahonnan gyógyszerész nagybátyához sietett, akinek üzletéből ópiumot lopott. Nem sokkal ezután szerb katonák elfogták, akiknek könyörgött, hogy lőjék agyon, ám a katonák bekísérték a legközelebbi őrszobára. Csád Géza ekkor a nagybátyjától lopott narkotikumot egyszerre bevette, szándékosan túladagolta magát. Elszédült, a földre zuhant, este hat órakor pedig tébolyult, saját démonjaitól kínzott lelke elhagyta az árnyékvilágot. Csád Géza 32 éves volt. Ennyi jutott egy ígéretesnek ígérkező írónak, zeneszerzőnek, ideggyógyásznak. A férfi méltatlan halála sajnos elkerülhetetlen volt, ami a legborzalmasabb, hogy saját magán kívül feleségét is belevont képzelt, tébolyodott világába, és ez mindkettejük életébe került. később számos szakember próbált választ találni arra, vajon Csát Gézát a morfium függősége taszította-e az elme bajba, vagy az csak rásegített, és bizarr gondolatai, szexfüggősége már önmagukban egy tragédia lehetséges eljövetelét készítették elő. Csát Géza temetése előtt testét felboncolták, dr. Vái Dezső végezte el ezt a műveletet, és az író orvos agyvelejét Budapestre küldte vizsgálatokra az Elme és Ide klinikára. Azonban az agyvelőt kivéve a formalinból az orvosok rádöbbentek, hogy az agysejtek már rég felbomlottak, így nem sikerült a szervet mérehatóban megvizsgálni, így az agyvelőt a klinika kertjében eltemették, míg dr. Brenner József alias Csád Géza teste egy szabadkai temetőbe került, egy jelöletlen sírba. Az árván maradó kislányát Csád Géza testvére Brenner Dezső nevelte fel. Brenner csát Olga zongora tanárnő lett, és egész életében kerülte a nyilvánosságot édesapjáról, akit jóformán nem is ismerhetett, szinte sosem beszélt. Csát Géza naplóit, feljegyzéseit, leveleit, kosztolányi desőre hagyta. A férfi munkássága óriási hatást gyakorolt a későbbi írógenerációkra, művészete fent maradt, ám a legismertebbé egyértelműen már a morfium hatása alatt írott művei tették, hiszen elképesztő őszintességgel számolt be egy ember önpusztításának folyamatairól, magyar nyelven, magyar író talán előtte sosem merészkedett odáig, hogy ilyen érzékletességgel mutasson be önromboló folyamatokat. Újfent felmerül a kérdés, Csát Géza egy időzített bomba volt, vagy a morfium váltotta ki egyre őrültebbé váló cselekedeteit. Az tény, hogy számos, a világon feltűnő talentumok sok esetben igencsak furcsán viselkedtek. Van is egy mondás, miszerint a zsenit és az őrültet egy hajszál választja el. Vajon Csát Géza esetében is ez történt? Talán minden negatív tulajdonsága és kényszerképzete válhatott hirtelen egy hatalmas masszává, amely aztán teljesen belepte az elméjét. Hiszen már 14 éves korában említést tett mostoha anyja iránti szexuális vonzalmáról, szexfüggősége pedig már azelőtt kialakult, mielőtt morfiumot kezdett volna használni. Írásaiban pedig visszatérő elemek voltak a szadista gyilkosságok, a Rozi című novellájában egy férfiról ír, aki megöli a feleségét viszont rengeteg ellenpélda is van, hiszen például Stephen King is számos olyan hátborzongató dologról ír, amelyekhez még csak hasonlót sem követett el soha. A válasz valószínűleg Csád Géza elméjében lapulhatott. Egyesek úgy vélik, talán az egyébként is depressziós hajlamú csátra nagyon negatív hatással lehetett a Moravcsik klinikán eltöltött időszak, főleg a Kon Gizellával kapcsolatos kísérletei, amelyből megszületett az egy elmebeteg nő naplója a morfium pedig csak megerősítette téveszméit, képzelgéseit, bizar szexuális vágyait, ez pedig végül egy sokkoló tragédiához vezetett. Természetesen a teljes igazságot már sosem tudjuk meg. Nektek mi a véleményetek a videóban elhangzottakról és összességében Csát Géza életéről? Elméleteiteket, gondolataitokat szívesen várunk komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide és a GV Cooper a világ legbrutálabb csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook oldalt. Ha van kedve, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat, a GV Cooper egyperceseket, illetve egyéb érdekes tekinthetsz meg. Köszönöm szépen minden csatorna tagnak a támogatást. A Magyar Hónap jövő héten folytatódik, vasárnap érkezik a legújabb videó. Köszönöm a figyelmet, addig is az erő legyen veletek. Sziasztok!